Lengyelországban hamarosan a parlament elé kerül egy törvény, amelyben az önkéntes nyugdíjpénztári intézményt tervezik elindítani. Kormányuk adókedvezményt és támogatást is biztosítana hozzá. A szimpátia tüntetése összegyűlt 150 fő üdvözli a lengyel kormány törvénytervezetét, ugyanakkor ellenzik a magyar kormány 2019. évi adótörvényét. Mellettük szimpátia tüntetés, azért a kormányzati ellentüntetés is, mert ugye azt is tudjuk, hogy a jövő évi adótörvényekben nagyon durva adóztatások fognak történni a béren kívüli juttatások terén. Alapvetően a villamosiparból szervezték a demonstrációt, de mindenkit hívtak, akinél a béren kívüli juttatás arányaiban magas. Padosz részéről két célzott munkavállalói kör volt. Az egyik a Balatonfüredi Rekreációs Központ munkavállalói, hiszen hogyha az üdülésben problémák lehetnek, akkor szélsőséges esetben munkahelyvesztés is várható náluk. A másik csoport pedig a fegyveres biztonsági őrök voltak. A szimpátia tüntetés kezdete volt annak a tüntetés sorozatnak, amelyet előreláthatóan 3 hét múlva újabb demonstráció követ, szélesítve a résztvevők körét.